A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Amihez szíve lelke kötődik, azt nem csak 100, hanem 1000%-on csinálja. Sok van benne, alkot, létrehoz, értéket ad. És még nincs vége. Művész lélek. A kezdetektől sokat beszélgettem vele a világról, szerelemről, és imádom a humorát. Hogy mi jut róla először eszembe? Nagy filozófus. És ezt nem én mondtam, hanem a kollégáid. Köszöntöm Burján Zsigmondot itt a televízió stúdióban, és társát, Pintér Anitát. Köszöntjük mi is a nézőket. Örülök, hogy itt vagytok. Én is téged, és szeretettel köszöntöm a nézőket, és már most az elején legalább el tudom mondani, hogy elnézést, bevödök rekedbe a 41 fok ellenére. És így szokott ez lenni. Magom, de nincs ezzel gond, nekem legalábbis. Nos, ez nem egy tudatos kutatás volt, amit az előbb felsoroltam, és az annak az eredménye, ez egy egészen ilyen tudatalatti mini közvéleménykutatás volt annak kapcsán, amikor elmeséltem a kollégáknak, hogy Zsiga és Anita jönni fog hozzám, és ezt írásban tettem az egyik ilyen tévés szerkesztős csoportunkban, és ezt a csajok és a férfi kollégák mondták és írták, tehát ennek írásos nyoma van, szerencsére ezért tudtam papírra vetni. Itt hagyta a Zsiga a lábnyomát, a filmipari lábnyomát és a televíziós lábnyomát is nekünk. Talán ez mindez bizonyítja. Te hogy gondolod, hogy így vélekednek rólad a volt kollégáid? Ez nekem nagyon jól esik. Tehát most, ahogy így ezt hallottam tőled, teljesen meg is vagyok döbbenve, hogy úristen, engem filozófusnak tartanak. Nekem nagyon jól esik. Ráadásul azt az egyik operatőr kollégád mondta. Többit pedig nem nevezem nyilván nevén a kollégákat, de a legtöbb részük hölgy. És amikor ezeket én is így a papírra vetettem, akkor azért tényleg azt gondoltam, hogy valami nagyon fontos értéket hagytál itt nekünk. Magadból, magadat, és valami olyat, amiből mi mindig tanulhatunk és táplálkozhatunk. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy, és nem véletlen mondtam, hogy a társad van itt melletted, mert valahogy ez a szó, azt hiszem, hogy a legszebb, hogyha egy kapcsolatról beszélünk, hogy valaki valakinek a társa. Milyen társa vagy a Zsigának, Anita? Szerinted? Te hogy látod magadat kívülről? Nagyon érdekes volt hallgatni ezeket a jelzőket, és már akközben arra gondoltam, hogy azok az alkalmak, amikor az otthoni hétköznapokból ki lehet billenni, akkor az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember egy kicsit kívülről lássa akár a kapcsolatait. Itt most konkrét esetben ugye Zsigával való kapcsolatomat. Mert ilyenkor én is úgy tudom látni, amilyennek leírtad. Szeretném azt mondani, hogy ilyen fenkölt az otthonunknak a minden perce, de hát ez természetesen nem így van. Viszont ez egy rendkívül erős megerősítés abban, hogy igen, én is ilyennek látom őt. Csak ez néha eltörpül otthon. Persze, de ez biztos, hogy mindenkinél pontosan De hogyha a szürke hétköznapokból kilépünk, akkor én ugyanilyennek látom őt, és ezért vagyok a társa. Ugye Penna Régia díjas operatőrről beszélünk, amit azt hiszem, hogy a nézőknek hát talán nem is kell külön kiemelnünk. A Fehérvár Média Centrum munkatársa voltál nagyon-nagyon sok éven keresztül. Nem olyan régen mentél nyugdíjba, amikor egyébként a polgármester úr, tehát a város vezetője is egy polgármesteri emlékéremmel. Nem mondom, hogy búcsúztatta a pályafutásodat, mert erről még fogunk beszélgetni, hogy egészen biztos, hogy nem így van, mert még nagyon sok ötleted van. De azért, amikor a város vezetője elismeri az én munkámat, azt a pályafutást, amit eddig magammal hoztam, és átadom a generációk számára,
Én azt hiszem, hogy ez nem egy mindennapi dolog. Hát ez nem mindennapi, de ha visszatintek, én nekem volt egy óriási szerencsém. Mégpedig az, hogy Siklósi Gyula bácsival megismerkedtem, és nagyon jó barátságot kötöttünk. Ez a munkáitok során is egyébként így kiderült van. Korábban. Így van. És valahogy minden lökést, minden tovább léte lépéshez való erőt én a Gyula bácsitól kaptam. Óriási volt egy ilyen emberrel együtt lenni és hallgatni. Azt az iszonyatos tudását, az emberi mi voltját, a tartását, hát egyszerűen ez. A szuperlatívuszokban lehet csak róla beszélni, azt gondolom, és nem csak akkor, hogyha te mondod, hanem talán mondhatjuk, hogy mindnyájan így lennénk vele, és az is szerintem egy nagyon fontos, hogy néhány évvel ezelőtt már mondtad, hogy tulajdonképpen az a hitvallásod, amit ő akkor kiejtett a száján, az a mondat, méghozzá, hogyha elveszik a múltad, elveszik az országod. És hogy te ezt viszed tovább, és valahogy belénk is ezt próbálod táplálni a jövőbe. Gyerekekbe, fiatalokba. Így van ez még, jól tudom? Hú, ez nagyon megdöbbentő. Nekem ez a mondat jutott most az eszembe, és akkor egyszer csak Renike kimondod. De mondom, hát ez hogy lehet? Szerintem ez a legfontosabb, hogyha elveszik a múltadat, elveszik az országodat. Szóval erről hosszasan lehetne beszélni, de ezt a Gyula így megfogalmazta, és kész. És ezt te viszed tovább? Hát muszáj ezzel, én azt gondolom, hogy muszáj ezzel foglalkozni, mert valóban így van. Hogyha az embernek elveszik a múltját, elveszik az országát. Tehát azt látom, hogy a mai nemzedék nagy részének, tisztelet a kivételnek a múltunkról, a nagyabb, de nem csak a távoli, hanem a közeli múltról is. Nagyapáink, nagyszüleinknek a keserves küzdelmeiről fogalmuk nincs. Nem biztos, hogy egyáltalán érdekli őket, de én azt gondolom, hogy én meg ezt viszem tovább, és meg kell mutatni. Ennyi. És nem is, hogy csak mondjuk, hanem ezt, hogy meg kell mutatni, hanem meg is mutattad a csapatoddal együtt. Sok-sok év munkája, energiája és tudása van mindazokban a filmekben, amiket a nézők is már jól ismerhetnek, vagy a fehérváriak, a megyében élők, akár az országban élők. Ugye csak még egyszer előre szétszakítva, fehéredő múlt, ez mind-mind olyan alkotás, ami egy érték, és ugye az egyik ezek közül csak még egyszer előre ugye a Fejér megyei levéltárban is fellelhető. Jól mondom? Hát igen, ez igen. Mit jelent számodra Zsiga, hogy alkotni? Hát az alkotás az egy olyan dolog, hogy én legszívesebben nem csinálnám, de valami mindig elkap, és ő berángat, és akkor onnantól kezdve embernek már muszáj. De nem egy rossz érzés, nem az van, hogy egy nagyon rossz szájhozzal állok fel az asztal mellől, hogy hát ezt nem kellett volna. De tulajdonképpen itt az alkotás az nagyon egyszerű. Én azt gondolom, hogy filmrendezőként az föl kell tudni építeni egy olyan dolgot, hogy az emberek, akikkel együtt dolgozom, elhiggyék, hogy ez fontos. És ez a legfontosabb, és onnantól kezdve rájuk lehet bízni. Nagyon sok olyan attitűdöt hoznak be egy film forgatásában, akár a színészek, akár operatőrök, akár a vágó, akár a hangmérnök, akár a világosítók, hogy azt egyszerűen muszáj róla megemlékezni, mert én elképzelek valamit, megálmodok, és ami lesz belőle, az sokkal jobb, mint amit én megálmodtam.
És ez egy közös munka, és azt gondolom, hogy hagyni kell őket, hogy hagyd dolgozzanak. És ez a legfontosabb, hogy nem elmondom a színészeknek úgy, hogy na most mit akarok hallani, hanem ez van is egy ilyen régi mondás, hogy ha férfiakkal hajót akarsz építetni, ne akarj nekik tervrajzokat, meg szerszámokat adni, hanem ébreszt föl bennük a tenger és a hajózás iránti vágyat. A többit rájuk bízhatod, és megoldják. Én azt gondolom, hogy művész léleknek kell ahhoz lenni, hogy valaki így gondolkozzon a világról, és szerintem nagyon jó hasonlat volt ez a hajós történet. De vajon milyen érzés egy művész mellett élni, és minden humorával, nehézségével, örömével, hogyan vagy te jelen, Anita, ebben az egész művész lélekben, amit a Zsigát jellemzi, és te hogyan vagy ebben támasza? Segíted ilyenkor őt, hogy kell elképzelnünk, mindenben támogatod, vagy van az a pont, amikor azt mondod, akár a karrierje pályafutása során, hogy állj, és akkor itt van az a pont, hogy egy kicsit gondolkozzunk, vagy mindenben támogatod, minden ötletében, erre gondolok. Én azt úgy érzem magammal kapcsolatosan, hogy egy más ember lettem mellette. Azért, mert számomra, mielőtt megismerkedtünk, a múltunk például nem bírt különösebb jelentőséggel. Tényleg nem tudtam akkor, még nem foglalkoztam vele, hogy mit is jelent. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akiknek például a szülei életében nagyon sok volt a titok. Ugye nagyon-nagyon rendszeresen felelhető ezeknek a családoknak az életében, hogy bizonyos eseményekről nem volt szabad beszélni. Én a családomról nagyon keveset tudtam. Mert úgy beleépült a napjainkba, hogy nem arról beszéltünk, ami a szülőknek, a nagyszülőknek az élete volt, hanem a jelenről, vagy a jövőről. És tulajdonképpen Zsiga volt, aki így a filmjeivel kapcsolatosan, meg a beszélgetéseinkkel kapcsolatosan ugye ráirányította a figyelmemet a saját családomra, azzal, hogy például az édesapámmal is nagyon sokat beszélgetett, engem is kérdezgetett a családomról, és ezáltal erősödött meg bennem az, hogy igenis a múlt az rendkívül fontos ahhoz, hogy az ember a jövőt tudja építeni, tartani. És nagyon érdekes volt, egyszer az egyik lányom megkérdezte, hogy de tulajdonképpen miért fontos ez, és lehet, hogy nem a legjobb válasz jutott akkor eszembe, de azt tudtam válaszolni neki, vagy azt a kérdést tudtam feltenni neki, hogy azt tudja-e, hogy például az olyan gyerekeknél, akiket nem a vérszerinti szüleik nevelték, és annak ellenére nagyon jó körülmények között vannak, miért kezdenek el érdeklődni, hogy kik is voltak a szüleik? Szóval, hogy ez nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy hova tartozunk, kikhez tartozunk, ezt tudni kell, mert akkor tudunk stabilan állni a lábunkon, és például most már ugye egyre több az olyan pszichológiai kutatás is, ami egyértelműen bebizonyítja azt, hogy valahol még tudatalatt is mindig munkálkodik az emberbe azt, hogy az, hogy tudja, hogy honnan jött, hova tartozik, és ő ezt ébresztette fel bennem, ezt a vágyat. Egy terápia is volt, és neked a Zsiga. Valószínűleg. Igen. Viselkedése, az ő hozzáállása, akár a múltunkhoz, ahogy te is mondtad, valamiféle terápiát gyakorolt rád. Igen, tehát egy olyan értéket tett hozzám, ami tényleg meghatározza az életemet. Milyen, amikor egyébként alkot? Gondolok itt egészen attól a ponttól kezdve, amikor kitalál valamit, papírra veti, csapatával elkezdenek ezen együtt dolgozni, élesben történnek a felvételek, hazamegy, olyankor mit szoktál rajta látni? Nehéz vele olyankor? Ketté kell, hogy válasszam, tehát van az otthoni alkotó munka, ami abból a szempontból
időnként olyan felháborítónak tűnik számomra, amikor úgy tűnik, hogy nem csinál semmit. Hogy tehát ő nem úgy alkot, hogy oda ül a géphez, és akkor elkezdi a sorokat leütni a klaviatúrán, hanem elmegy. Hát régebben kerékpározni, hát most nem kerékpározik, de otthon valahova fog, elmegy, de nem sokára gondolatban. Mindjárt kitérünk rá. Igen, és hát egyszerűen maga azt hiszem, hogy az ő feje, az ő agya olyan, mint egy számítógép, hogy egyszer csak megérik belőle, leíródik minden, és akkor kéri, hogy na, akkor most valaki jöjjön, aki leírja az ő gondolatait egy forgatókönyv formájába például, tehát ő így alkot. Amikor viszont úgymond terepen van, akkor szerintem példaértékű, rendkívül nyugodt, rendkívül célra törő, alázatos. De közben maximalista is egyébként. Igen, abszolút. Abszolút, igen. Rengeteget alkottál, nagyon sokat dolgoztál itt nálunk, mindemellett ugye készültek a jobbnál jobb filmek, amik ugye katonasorsokat, életeket, fájdalmat, hazajövetelt mutatnak be. Erre azért nem térek ki bővebben, mert hiszen ezt ismerjük, és mindenki tudja. Azt viszont talán kevésbé, hogy ebbe az egészbe való belefektetett energia vajon megtérült-e, és elérted-e azt a célt, amit kitűztél a filmekkel magad elé, vagy van-e még benned? Hogy elértem a célt, hát ez egy nagyon-nagyon kemény kérdés. Tulajdonképpen nagyon-nagyon nagy részben elértem. Hogy a befektetett energia visszajött-e, én azt mondom, hogy nem. Mit értesz egyébként ez alatt? Hát az, hogy nekem a legyek profán egy kicsit, az anyagi dolgok nem jöttek vissza. Tehát én semmivel nem kerestem többet, mint ahogyha a tévébe lettem volna. És azért tehát ilyen eszmei értéket érzel inkább ennek kapcsán, igen. Így érted, hogy az viszont akkor abszolút megvan, és itt van, amit szerettél, igen. Volna vele. De viszont azért ennek nem... Örülök is, hogy a célt elértem, mert például csak még egyszer előre, az több mint 10 000 emberhez eljutott már, hogy azért az megy a maga útján. Ennek örülök, de az, hogy hogyan... Szóval én nem tudom, hogy ezt biztos, hogy lehetett volna jobban tenni. Tehát nem gondolom, hogy az igazi megoldás az életünknek, hogy azt ordítjuk teli szája, hogy menjünk tovább, gyerünk előre, menjünk tovább, gyerünk el. Hiszen ott van a Gyula bácsának a mondata, Ha elveszik a múltadat, elveszik az országodat. Köszönöm szépen, hogy kisebb. Nagyon rövid, de nagyon ütős mondat. És ez pont az ellenkezője annak, hogy minden rohanunk előre, melyen mi megmutatjuk, de mit. Szóval azt szeretném látni, hogy mit mutatunk meg ebbe az őrült kavalkába, ebbe az őrült rohanásba. Ezért célod ez az alkotó műhely is, amiről talán egy pár mondatot szabad már említeni, ha más nem, egy picit így a gondolatmenetét, apropóját. Volt róla szó néhány héttel ezelőtt, személyesen beszélgettünk arról, hogy célod lenne egy alkotó műhely megalkotásra a városban. Mit akarna ez pontosan, és mi motivál abban, kiket vársz oda, mi motivál abban, hogy ezt megalkosd, létrehozd? Na most azért, Renike, hogy ezt én tudom-e létrehozni, azt nem tudom. De mindenféleképpen fiatalokat várok, akiknek még az elején úgy lehet egy picit a gondolatait irányítani, és olyan, mintha egy hógolyó gyúrnánk, amit elindítunk a hegyről, és onnantól kezdve nem kell hozzányúlni, nem is tudunk
viszik a hatalmas hó tömeget. De az elején ott kell lenni, hogy egy picit megtámogatni ezt az egészet. Megtámogassuk, picit segíteni neki. Tehát akkor egyelőre ez még csak egy vágy. Igen. De hát ahogy ismerünk, a vágyak általában nálad megvalósulnak. Hát nem tudom, majd ez kiderül. Vannak egyéb vágyaim is, van még film vágyam is, de visszatérve egy picit erre a műhely munkára, én azt gondolom, hogy ez fontos. Értékmentésnek gondolnám ezeket. Így van, így van. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Én a politikusainkat, és legyen bármelyik oldalról való, ők már szerepként szerepelnek, és azt szeretnék mutatni, hogy minden többször él legyen, jaj, de jó, megint én vagyok, jaj, de jó. De drágám, mit mondtál? Nem érdekes az, úgyse érdekel senki, de az, hogy lássák az arcom. Szóval ebből én szerintem elég volt. És ha a számtanszor volt, hogy kint forgattunk, és maga a város polgármestere is, dr. Cserpalkovics András azt mondta, hogy gyerekek, ne engem kérdezzetek. Ma már volt két interjú, már nem akarok a többet adni. És ez egy igazi normális hozzáállás. Mert hogyha olyan kell kérdezzünk, hogy nincs más, akkor válaszoljon ő. De hogyha van más, akkor más válaszoljon, akinek az a szakterülete. Úgyhogy ezt kéne, ezeket az arányokat valahogy visszaállítani a normális mederbe. Mindig egy ilyen ember voltál, én azt gondolom, és most is lejöhet a nézőknek, aki így a gyökerekhez, a hagyományhoz és az értékhez mindig visszakanyarodsz, és én is azt gondolom, hogy a jövőnk alapja mindig a gyökerünk marad. És az, hogy mit hozunk magunkkal. Tehát, hogy tényleg ezek nagyon fontosak, amit elmondtál. Na, de kerekezzünk és guruljunk át egy kicsit valami más aszfaltra ebből a témából, mert bár most keveset láthatunk téged a bicikli utakon, itt Fehérváron és a megye útjain, ami a bicikli utakat illeti, de nem sokára ez másképp lesz. Ugye egy mondat erejéig, tehát azt gondolom fontos, hogy a nézők értsék és tudják, egy ideje nem pattansz nyerekbe. Ott mi történt? Aztán utána mesél róla, hogy mégis visszaűzte abban a nyerekben nem sokára. Hú, köszönöm ezt a kérdést. Az a helyzet, hogy nagyon egyszerűen a jobb lábamat elvitte a cica, és ezért nem tudok most biciklizni. Humorodot viszont nem vitt el. Hát nem, szerintem ebben nem lehet jobban belegondolni az embernek magát, mert akkor megőrül. Én legalábbis ezzel így vagyok, ezért mindig megpróbálom ezt így kezelni. És ez még működik, mert még nem őrültem bele. És ugye ez úgy van, hogy kap az ember egy műlábat, amivel meg kell tanulni járni. Hát ez most már nagyon jó fokozaton vagyok ezzel, és utána jön a végleges. Mert ez egy kicsit ormótlan, merev ilyen szerkezet, és a végleges az már más. És azzal már biciklizni is fogok tudni. Megvan még a biciklid? Meg, de Anita eldugta otthon, hogy ne lássam. És azt gondolom, hogy jó ez így, hogy nem láttam. Nem is kell, hogy lássam. Majd, ha eljön az ideje, és bízom a Jóistenbe, hogy ezt megadja nekem, akkor elő fogom szedni, és újra találkozni fogok vele. És ennek így kell lennie. Azért a műsoridő végéhez közeledünk, de még mindig van bennem annyi és annyi kérdés. Amikor az embernek az egészségével történik valami, az talán mindennél fontosabb, és olyankor döbbenünk rá egy csomó-csomó dologra. És olyankor próbáljuk meg még jobban értékelni azt, ami van, vagy azt, ami maradt. Ez a kapcsolat maradt? Mondhatom, hogy erősebb lett? Nem
Nem látok a minőségében változást. Vagy csak megerősített abban, hogy a ti kapcsolatotok úgy, ahogy az elején, ugyanúgy erős. Mert hogy jóban, rosszban, igen, egészségben, betegségben. Igen, valahogy úgy belefolyt az életünkben. Tehát ez nem egy baleset volt, ami egyik napról a másikra megtörtént, hanem ez egy folyamat volt, napról napra történtek az események, és azért volt idő arra is, hogy feldolgozzuk menet közben. Most van még most is olyan dolog, ami nyilván feldolgozásra vár, de belekúszott az életünkbe. Talán szerencsés az, hogy én konduktor vagyok. Tehát nekem a fogyatékosság, a sérülés az nem volt idegen. A gyerekekkel foglalkozom nagyon. Gyerekekkel, igen, foglalkoztam nagyon sokáig, nagyon sokféle típusú eltérő fejlődéssel, fogyatékossággal találkoztam, tehát én nem álltam idegenül azelőtt, megtörtént ez az amputáció, és haladtunk szépen. Ahogy a folyamat jött, haladtunk azzal együtt, hogy milyen megoldási stratégiákat alkalmazzunk, ami élhetővé teszi az életet. Meg igazából sok olyan körülmény is közrejátszott abban, hogy én azt gondolom, hogy egész jó mentális állapotban vagyunk. Hogy például földszinten lakunk, igen, hogy a belvárosban lakunk, ki lehet nagyon könnyen jutni az utcára, barátok közt vagyunk, családban vagyunk, akik támogatnak, segítenek, nem szánakoznak rajtunk. Úgyhogy azt is megtapasztaljuk, hogy azért a környezet az nem éppen akadálymentes, de pontosan így a barátok, család segítségével gyakorlatilag mindent meg tudunk oldani, amire szüksége van egy élhető életnek, ugye? Igen. Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy te vajon így gondolod-e, mert azt gondolom, hogy sokszor a szürke hétköznapokba temetkezünk otthon, csak tesszük a dolgunkat, és nem mindig figyelünk úgy a társunkra, ahogy mondjuk kellene, vagy ahogy megköveteli az a kapcsolat, az a viszony, hogy úgy figyeljünk, de hogy most, hogy Anita ezeket elmondta, talán biztos, hogy benned is... Nem talán, és nem biztos. Biztos, hogy benned is megfogalmazódott valami az irányába. Megfogalmazódott, és én azért őt figyelem, mert nézegetem otthon így, mint a kis körökróka, így, jaj, de szép, ó, milyen szép kis csibe. Bizony. Úgyhogy tényleg az, de megfogalmazódott, hogy nem volt egy egyszerű időszak, és azért annyit hozzáteszek, hogy azért annyit azt mondta, hogy nem egyik pillanatra, másikra történt. Szerintem ez elég, ennek ellenére én rövid időnek éreztem. Igen, aki hát benne van, biztos, hogy sokkal... Kórházba töltött idő, az hosszú volt, de elmúlt, nem is akarok, nem is nagyon beszélek róla. Ugye, hogy volt, kérdeztem mindenki, hogy kikkel ismerkedtem meg. Igazándiból három ember van, akivel tartom a kapcsolatot. A többiek olyan, hogy jöttek, találkoztunk, mentek, vagy mentem én. Nem a mennyiség a fontos, azt gondolom abszolút, hanem a minőség. Persze. Az utolsó mondat, mielőtt elköszönünk a televízió nézőktől, mikor láthatunk a kerékpár utakon? Szerintem talán még ősszel. Fantasztikus. Így legyen, találkozzunk ott. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük mi is. Burján Zsiga és Pintér Anita volt a vendégem, és nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Thank you.
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.